Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából 1998-ban szavaló versenyt rendeztek a Disziben, ami regionális megmérettetésén nőtte ki magát. Blaskó Balázs zsűri elnök szerint a legfontosabb, hogy a fiatalok olyan művet válasszanak, amiben megtalálják magukat, hiszen így saját magán keresztül szűrve hitelesebben tudja átadni a mondani valót. Kitért arra, hogy egy beszédhiba és az izgalom sem lehet akadálya egy jó előadásnak. Mindig a belső erő, az, ami egy személyiségben meg tud nyilvánulni, ha megnyilvánul, akkor az önmagáért beszél. Az le tudja küzdeni a különböző egyéb gátlásokat. Tehát, hogyha megvan az elhatározás, a mélyről jövő elhatározás valakiben, a közlendőre, tehát, hogy a vers hangulatát, tartalmát, mondani valóját, az író, költő gondolatát intenzíven közölni akarja, és ez megtörténik, akkor ennek nem lehetnek gátjai. Három kategóriában indulhattak a tanulók a versenyen, szakközépiskolások, szakiskolások és gimnazisták külön mérték össze tudásukat. Kovács Péter az utóbbi kategóriában nyert, Babics Mihály Zsoltár gyermekhangra című versével. A zsűri szerint mély és erős kisugárzású diák, nagy tehetségnek számít, ennek megfelelően pedig a színészi pálya iránt érdeklődik. Szeretném ezt minél magasabb szintre továbbvinni, színészet téren komoly terveim vannak, és erre készülünk a felkészítő tanárommal is, ő is lát bennem potenciált, amiért megint csak a korábbi felkészítő tanáraim munkáját tudnám kiemelni, és nagyon szépen köszönöm nekik ezúton is. Külön díjban részesült az a diák, aki a legjobbnak bizonyult azon versenyzők közül, akik először indultak el ezen a szavaló versenyen. Borsos Zoltán, a Diszi diákja Petőfi Sándor Élet vagy Halál című versét szavalta el. Nagyon tetszett, örültem, hogy részt vettem. Hát örülök a díjazásnak is, és hát élveztem nagyon. Idén 60-ból Gyöngyösről, Gödöllőről és Lőrinciből is érkeztek diákok, hogy az általuk választott hazafias és forradalmi verseket a zsűri előtt is elszavalhassák.